Az élet legtöbb területén a legfontosabb feladat és a legnagyobb kihívás a helyes kérdés feltevése. Erről beszélt a friss Nobel-díjas tudós Krausz Ferenc a Híradónak. A fizikus szerint a természettudomány életünk egyik legmeghatározóbb része, és reméli, hogy egyre több fiatal foglalkozik majd ezzel a területtel. Különleges lézerkísérleteket folytatnak ebben a fővárosi kutatóközpontban. Pontosan olyanokat, mint Krausz Ferenc fizikus, aki társaival elsőként állított elő és mért meg attoszekundumos fényimpulzust, amivel az elektronok atomon belüli mozgását vizsgálták. Ezzel létrehozott egy új tudományágat, az attofizika tudományát, és kiérdemelte a világ legrangosabb tudományos kitüntetését, a Nobel-díjat. Krausz Ferenc péntek délután az MTVA székházába érkezett, hogy a közmédia műsoraiban is beszéljen a kutatásokról, amelyek a daganatos, szív- és érrendszeri betegségek korai felismerésében is rendkívül hatékonyak. Egyetlen impulzusból képesek olyan információkat szerezni, amelyek segítik a betegségek diagnosztizálását, magyarázta a fizikai Nobel-díjas tudós. Óriási jelentőségű kérdést tettünk fel, mégpedig azt, hogy át lehet-e alakítani a jelenlegi egészségügyi rendszert egy egészen új alapra, át lehet-e formálni úgy, hogy egészen más módon működjön, ne várjon arra, hogy az emberek tünetekkel orvoshoz fordulnak, ebben az esetben sok esetben már későn, és krónikus megbetegedések előreadott állapotba kerülnek, hanem menjünk ennek elébe, és szűrjük folyamatosan az egész lakosságot. Krausz Ferenc korábban többször is arról beszélt, hiába dolgozik külföldön is, rengeteg szál fűzi Magyarországhoz, és elsősorban magyarnak tartja magát. A Nobel-díjas tudósnak köszönhető, hogy Szegedre került a világ egyik legmodernebb lézerközpontja. A budapesti molekuláris ujjlenyomat kutató központban jelenleg pedig mintegy 150 kutató munkáját irányítja. Az interjúban a fiatalokhoz is szólt. Szerinte rendkívül fontos, hogy minél többen foglalkozzanak életünk egyik legmeghatározóbb részével, a természettudományokkal. Arra próbálnám őket motiválni, hogy egyáltalán érdeklődést tanúsítsanak a természettudományok iránt, mert a természettudományok jövője az tulajdonképpen az emberiség jövője, és mennél jobban kiaknázzuk a természettudományokban rejlő lehetőségeket, annál jobb lesz az emberiség élete a jövőben. Krausz Ferenc a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki és párhuzamosan az ELTE-n elméleti fizikusi oklevelet. Kutatásait és tudományos munkáját számos díjjal, többek között Otto Hahn díjjal és a rangos fizikai Wolf díjjal is elismerték. A kutatót már 2015 óta esélyesnek tartották a fizikai Nobel-díjra.